Olyan, amikor jönnek ezek a bevonulások Dirk van Dijvenbode-tól, az jut eszembe, hogy úgy elmennék vele egy disznóvágásra. Nem tudom miért. Kivel? Van Dijvenbode-val, igen. Hát, hogy legyen töltelék a padlizsámba. Nem kell elrontani a húst a padlizsánnal, de... Megmondom őszintén, hogy... De azért látszik, hogy már ő is visszafogottabb. Ami ott a szétment a térde az egyik versenyen, azóta már elég jelentősen visszafogja magát. Csak felépíti a hétvégén. Igen, csak a kezével csinálja. Igen. De ettől függetlenül ez viszont egy olyan párosítás, amely bármelyik major torna végjátékában is simán megállná. Egyébként itt. Igen, abszolút. Úgyhogy tényleg... Azért láttunk egy pár Noppert szurkolót is, ezt nem tudom, föltűnt-e neked. Akiknek puszit adott? Nem akiknek puszit adott, hanem a pólóba is voltak egy páron, akik olyan... Lehet, hogy már nem kaptak fel Ivan Bode pólót. Nem, ugye azért ő a mezével, ugye ezt a bizonyos Frieslandet azért képviseli, úgymond, hogy azon a területen él, és erre nagyon büszke, és mindig egyrészt a beceneve, másrészt pedig ugye a szimbóluma a bal karján, a mezének a bal karján, azért láthatjuk, hogy az ugye nem csak a Heerenveennek a jelképe, hanem az egész, azt hiszem, a frieslandi zászlónak a mintái vannak rajta, úgyhogy azért biztos sokan szorítanak neki, főleg akik azon a környéken élnek, de hát ezt tegyük hozzá, hogy valószínűleg azért a hollandok nagy része inkább Van Dijvenbode-nek a stílusát kedveli. Danny Noppert kezdte a mérkőzést egy tripla ússzal, összességében egy 85-ös körrel. És ne felejtsük el, hogy Dirk van Dijvenbode-nak ugye nemrég született meg a gyermeke. Úgyhogy azért ez is egy nagy kérdőjel nála, hogy a felkészülésében ez mennyire van befolyással. Hozzá kell szoknia, hogy ifjú apuka, és ez járhat némi. Már nem biztos, hogy az alvás hiány neki egyébként újdonság lenne, mert nagy parti arc, de ettől függetlenül azért ez más jellegű. Igen, ott a bevonuló zene alapján is neki a bulik valószínűleg reggel 6 körül kezdődtek, és délután 4-kor értek véget. Egyébként a két játékos ebben az évben háromszor, tavaly pedig 5-ször játszott egymás ellen. Idén az elsőt megnyerte Dirk van Dijvenbode, de a következő kettőt viszont Danny Noppert, ami pedig a tavalyi évet illeti 3-2-re Noppert nyerte azt az évet is van Dijvenbode-val szemben. És hát összesítésben is 14. meccsük, ez 8-5-re vezet Noppert az összesítésben, tehát azért a múlt az mindenképpen Noppert felé hajlik, kérdés, hogy a jelennel hogy állunk. Hoppá! Ez micsoda? Bedobálták. Nem tudom, de... Hát más nehéz elképzelni, ott a dulakodás is van ott az első sor környékén, nem? Hát akkor ott valakit el fognak onnan takarítani, de pillanatok alatt már látjuk, hogy a... Nem is a helyi biztonsági szolgálat van ott, hanem azok a... Ugye a PDC-nek van egy szerződtetett biztonsági szolgálata. Általában a külsős versenyekre, ami nem Angliában zajlik, oda csak pár olyan biztonsági őrt szoktak hozni, akik kifejezetten a játékosokra figyelnek a bevonulásoknál, illetve ugye a játékos zónából a táblá, vagy a színpadhoz kísérésnél szoktak ők inkább dolgozni. De amikor így valamilyen szituáció van, akkor azért előkerülnek ők is. Már eleve ugye ott valami kavarintyú van, mert ott mindig azok az öltönyös figurák szoktak ülni, és most ott azok a fiatal srácok nem nagyon akarnak eltűnni onnan. Őszintén remélem, hogy nem dobtak semmit a színpadra, csak nehéz mást elképzelni. Ilyet én még nem is láttam egyébként, hogyha valóban ez történt. Mi volt ez, citromhé, vagy narancshé, vagy tudom, mi lehetett, de nagyon ilyen valami gyümölcshéjnek tűnt. De azért nem tesz jót, hogy már lesen szerencsétlen, aki a kameraképet kezeli, ugye nem nagyon tud olyan képet mutatni, hogy ne látszódna, hogy ott valami az első sorokban zajlik. És ez a játékosoknak sem tesz jót, tehát zavarja őket, hogy közvetlenül ugye a 4-5 méterre tőlük ott megy egy hangos vitatkozás. Főleg, hogy mondjuk ők értik is. Meg pont a két holland mérkőzés. Egyébként miért, igen, nem is egyébként is, de... És lehet látni mind a két játékos, amikor sétál vissza, néz ki oda, hogy mi történik. Most próbálja ezt, de most is ott is nézi Van Dijvenbode, de
mutogatnak neki, hogyha én ezt jól értelmeztem. Most próbálják onnan elküldeni őket, de hát ez elég kis gyenge kísérlet. Az előbb még Körben Vince is lenézett, hogy mi újság van, mert egyébként neki jogában áll azt mondani, hogyha olyanok a körülmények, hogy félbeszakítja a meccset, tehát megállítja a mérkőzést, és akkor amíg nem rendezik el ott ezt a történetet, addig nem jönnek ki. Ez nagy hiba most Noppertől a tripla 7, de... Tripla 10. 56-56, vagy igen. Benne van. Ugye, egy-egy kiegyenlít Van Dijlenbo, de... Na, talán kezd helyreállni a dolog. Úgy érzed? Hát Innisnak az biztos. Legalábbis az öltönyöseket látom már ott ücsörögni. Annyit tudok elképzelni, hogy páran odaálltak, nem is állhatnának, hiszen akkor nem lehet tőlük látni a színpadot. Igen, igen. Az odáig rendben, hogy a bevonulásra oda mennek, az a nem szokott gond lenni. A probléma azzal van, hogy utána nem mennek el onnan. Tűnik, hogy azért a nézők is inkább azzal voltak elfoglalva, hogy azzal vannak, hogy mi történt ott, mert majd, hogy nem síri csönd van a két holland mérkőzésén. Most nagyon nagy hátrányt kéne ledolgoznia, de jó úton halad, és megvan a 140. Noppertől a tripla. 160-ig megy le. A Noppert. Közben írja Halász Gergő, hogy világbajnok az U20-as női vízilabda válogatott. 13-10-es győzelem Spanyolország ellen. Gratulálunk a lányoknak. Abszolút gratulálás, így van. 104. Nagyon jó. A dupla 18. Találja el. A 60-ra Noppert. Szép. 2-1 Noppertnek. Most lenne a legnagyobb csend az összes mérkőzés. Igen, pedig úgy vártuk, hogy itt majd biztos végig örjöngik a meccset, de úgy látszik, ők se tudnak dönteni, hogy kinek szurkolnak, úgyhogy inkább csöndben maradnak. Eddig tökéletes. 180! 4 tökéletes nyílit tudtunk már eljutni. 140. A 4 sincs meg. Sikerült. 96. Szintén. Változni, hogy kiszállón legyen. Mind a ketten most már kiszállón, 118-at hagyott magának Van Dijlenbo, de Noppert eddig jó tripla, 19. Az már nincsen benne. De az igenis 40-et hagy, gyönyörű, 127 pont dobás. Na de viszont jön a tripla 20. De nagy hiba! Hűha. Sima 18, dupla 20 maradt volna. És most lebrékelheti Noppert.
Meg is csinálja. Az első break leg a mérkőzésen, 3-1 Noppertnek. A győztes Nathan Espinallal játszik holnap. Stabilabbnak és koncentráltabbnak tűnik egyelőre Noppert. Nem sokkal, pont annyival, hogy ő tudott egyet breakelni. Százas. Ott a két tripla Noppert, nagyon jól játszik Noppert. Na most követi őt. 180! Ó, de jöhet a válasz. 140. Így is közelebb vagyunk a 4-1-hez, mint a 3-2-höz. Noppert 102-44. Diamond Boulder 98-48. Bárkit nullára vert ezzel a játékkal. Igen, igen. Nem is nullára, de simán. Tripla 19. Tripla 16. Ugyanaz megint. 48-al marad 40-re. Ja, csak. És nem kellett tripla 20 hozzá. Dupla 5. Megdobja a Diamond Boulder, oda kellett most ez neki. Mindenféle szempontból 3-2. Na hát, ha valami történik ott a nézőtéren is, valami pozitív is. Igen. Ugye azért jó 121-nél a 17-es kezdés is, mert ha véletlenül nem találja a triplát, még akkor is két nyila marad a kiszállóra, 104 az meg megoldható két nyillal, tehát 121-nél lehet 17-es is kezdeni. Több klasszikus kezdés van 121-re, de ez egy kicsit kevésbé klasszik, de működik. Takács Laci például 1-esre szokott kezdeni. 180! Megint ott a kis rózsaszín 9-esünk. Igen ám, de itt is jön a 140. Meccs van. Bizonyám, nagyon jó meccset játszanak. Na, jól is áll. Az 5. is a helyén. És a 6. fölé dobja Noppert. Hát akkor már 5 nyíl. Pedig milyen jó lett volna, hogyha ez úgy került volna be, ez a 9 nyíles az archívumban, hogy a közvetítés során pont elhangzik Takács Laci neve. Igen. És 200 fölötti átlag, egészen eddig mondjuk, de... Noppert szégyelheti magát ezzel a 106-tal. Ugye? Remekül játszik Noppert. 41 marad. 11 nyíles lehet belőle. Ez 36. Nem dobott rá. 10. nyíl megvan, 11. Az is eléggé megvan. Rontott már kiszállóra nyilat Noppert. Nézem. Igen, 4-ből 3-mal áll. Most már 5-ből 4. Most már 5-ből 4, igen. Sokáig nem örülhetett a breaknek Van Dijvenbode meg a 121-es kiszállónak. Eszméletlen jól játszik Noppert. Nagyon kemény játék. És hiába dob, 101-es átlagon van Dirk van Dijvenbode is. Ennek ellenére lehet, hogy kénytelen lesz meghajolni Noppert előtt. De hát még nincs vége. Láthatjuk a nyílt számokat. Egy-egy négy körösük van, viszont Noppernek van 2-5 köröse. Száz gyolc van!
Jönne válasz Snoppertől, nem? De 125-öt azért odapakol. Elkapta, elkapta Van Dijvenbode, 140. Egymás után a harmadik breakleg lehet. Sőt, negyedik lehet már. Nagyon magasan, ez most nagy baj lenne, ha nem dobná be, de be is dobja. 4-3. Lohol Danny Noppert után Dirk van Dijvenbode. Most ő kezd. Messze-messze kiemelkedően, torony magasan a legjobb mérkőzés. Abszolút, tényleg megküzdenek egymással a hollandok, itt piszkosul, hogy ki jusson tovább. 105-ös és 106-os átlag. Ami tovább javult most. Igen. Ilyenkor mondja azt az ember, hogy kár, hogy így alakult a sorsolás, mert bár nem biztos egyébként, hogy ugyanezt hozná ki belőlük, ha mondjuk játszott volna egy Keegan Brown-nal mondjuk valamelyikük, vagy akár... 140. Vagy akár mondjuk egy Barneyval, vagy bárki. Hát Barneyval talán még, ugye ott a holland vonal, az lehet, hogy kihozott volna belőlük sokat, de ez, hogy egymás ellen ilyen presztízs meccset játszanak, ez biztos nagyon sokat javít a színvonalon. De a kettőt fűti a bizonyítási vágy. Ráadásul ugye ők együtt voltak a igen. World Cup-on, a holland csapat. Visszalépése miatt. Igen. Ott fejelte le Van Dijvenbode Noppert, tehát örömében. Igen. Így vállal kiküldte az állkapcsát a nézőtére majdnem. Nem ugyanazon a hőfokon pörögtek, nem, de hát ez nem is... De hát ezt tudjuk róluk. Egyenlített Van Dijvenbode, 6 nyila van, nem, bocsánat, csak 3 nyila van a 170-re, de az viszont van. Más a temperamentum, maradjunk kicsit annyira. A két úriembernél. Nem száll ki. Legalábbis 170-ről nem. 93-mal 77-re. A 9 nyilas be. Az elejét már láttuk a 9 nyilasnak, most megnézhetjük a végét külön. Bizony. Nem. 52 marad. Dupla 10. 4-4, nem csak a legjobb, a legszorosabb mérkőzés is ma este, ez már egész biztos, legalábbis az eddigiek közül. Visszahozza magát Dirk van Dijvenbode, de kétleges hátrányból. 100-as. Nézem az átlagokat, hát még mindig bőségesen. 105 és 106,9 Noppert. 105 Dijvenbode. Brutál jó meccset játszanak. Jó a kiszállózás. Noppertnél 5-ből 4, Dirk van Dijvenbode-nél 6-ból. 6-ból 4. Tehát nem sok esélyt adnak egymásnak, ha valaki kiszállón van. Most viszont a tömeg az egyelőre nem olyan. Láthatjuk most az átlagot, az aktuális brutál jó. 131. Ez már olyan meccs, amit inkább a döntőre vár az ember színvonal, vagy elődöntő-döntő környékére. 140. Egymás után kettő leget most megnyert Dirk van Dijvenbode. 100-as. Az is 100. Hát
70-re jöhet le Van Dijvenbode, de csak 110-re tud. Na innen most a 100 pluszost valaki meg tudja oldani. Noppertnek van rá először lehetősége. Tripla 17. És a dupla 16. De nagyon messze volt. Bizony. Na akkor most a 110. Nagyon kell neki, ugye a győzelem, ez neki kell egy brékleg, és ezt nyilván nem a döntőlegre kéne használni, hanem itt kéne megoldania. Nem oldja meg! Dobja be! Dupla 16. Ott a helye. 5-4-re vezet. Na, most viszont két leget kéne hoznia. Egymás után. Ugyanúgy, mint az előben sikerült, de lehet-e kétszer. Hát ilyen kezdéssel ez... Lával, hogy lehet, hogy pont egy Noppert fogja. Ő viszont jól kezd. Óha! 140. Nagyon-nagyon javít. Látszik, a holland közönség szinte követeli a döntőleget. Láthatjuk a tömegben is, hol vannak különbségek. Nem olyan nagy egyébként. Azért a 140-es mutatóban volt Noppertnek nagyobb előnye. Oha! Ez most bizony nagyon-nagyon kicsi múlt, hogy Kirk Bevinsnek nem azt kellett volna mondjuk mondania, hogy no score. Ugye mondjuk el a szabályt, akkor lehet kivenni a nyilakat, hogyha a speaker bemondja, hogy hány pont volt. Igen. És ez korán sem történt meg. Hogy nézett rá utána Bevins egyébként. Igen, nagyon morcos volt, mert ezt nem szabad csinálni. Pontosan tudják, hogy nem szabad. Annak ellenére egyébként mondom ezt, hogy nyilván itt azért egy televíziós felvétel van, és vissza lehet nézni, hogyha nagyon kérdéses lenne a dolog, de ettől függetlenül ezt nem szabad ilyet csinálni, hogy kihúzza előbb a nyilat. 50 marad. 105. Az jó, 48-ra megvan, és a 32... Nem dobja be. 50 pontról kiszállhat Noppert. Egysnyirai lesznek Noppertnek. Dupla 20-at, meg ugye elabból a kiszállót is. Megvan a 10-es. Jól dobja. Az első meccs nyíl. Ott is van. Hogy a Noppert. Hatalmas játékkal Danny Noppert bejut a következő körbe.